Szia! Egy rövid történeten keresztül szeretném bemutatni neked, hogy mit is jelent az anyagcseretípus szerinti táplálkozás. Egy hölgy keresett meg néhány évvel ezelőtt, szinte már kétségbe esve, hogy ő már tényleg minden diétát kipróbált és egyszerűen nem működik nála, nem tud tartós fogyást elérni, maximum átmeneti, tehát jó effektussal szenved. Kudarc élményét az is fokozta, hogy bizonyos diétákat barátnőkkel kezdett el csinálni, és másoknál működött, nála pedig ugyanaz a diéta nem működött. Továbbá hasbufadást kezdett el érezni, ami elég rendszeressé vált, és kezdődő inzulinrezisztenciát is diagnosztizáltak nála. Ekkor döntött úgy, hogy most már tényleg keres valami végleges módszert, amivel hosszú távon tartós eredményt tud elérni. Így jött el hozzánk egy mérés tanácsadásra, egy 2 órás személyes tanácsadásra, ahol egy speciális erre a célra kifejlesztett géppel azonosítottuk be a fő táplálkozási típusát, illetve egyéb tényezőket is mértünk. Megnéztük, hogy fehérje, szénhidrát vagy egyensúlyi típusba tartozik-e, bemértük a hormonális beállítottságát, amivel azt tudtuk meg, hogy mik azok az élelmiszerek, amik kimondottan hízlalóak a számára, vagy gátolják a fogyását. Továbbá megnéztük az energiaszintjét és a szénhidrát toleranciáját is, ami a hasnyemrigye állapotára utalt. Megnéztük a testösszetételt is, különösen a pontos testzsír százalék és testizom százalék arányra voltunk kíváncsiak. Majd ezután minden tényező tudatában már átbeszéltük, hogy mi az a táplálkozási módszer, ami neki megfelelő lesz, és hogyan kellene ennie, hogy neki jó legyen. Elláttuk továbbá étrendelést, a mérés után kapott speciálisan személyre szabott étrendet, egy minta étrendet, amivel el tudott indulni, természetesen utána önállóan is tudta ezt már folytatni. Körülbelül 3 hónap múlva jött vissza kontrollmérésre, persze közben is folyamatosan konzultáltunk, de 3 hónap múlva megnéztük az eredményeket, különösen azokra voltunk kíváncsiak, amiknek a változását vártuk, mint ugye a testösszetétele, illetve az energiaszintje és a szénhidrát toleranciája. Nagyon jó hír volt, és nagyon lelkes volt a hölgy, hiszen 3 hónap után már körülbelül az államsúlya közelében járt, nagyon beindult a fogyás nálam, illetve sokkal magasabb lett az energiaszintje, összességében jobb a közérzete, elmúlt a hasbufadása, és ami nagyon jó hír volt számára, hogy az orvosa szerint elhagyhatta az inzulinrezisztenciára felé gyógyszert, mivel nagyon sokat javultak azok az értékei is. Hogyha te is küzdesz hasonló problémákkal, vagy hasonló céljaid vannak, vagy egyszerűen szeretnél csak egészségesebb és energikusabb lenni, akkor érdemes tovább olvasnod a honlapon, hiszen nagyon sok információt találsz a módszerről. Továbbá, hogyha videót szeretnél nézni róla, akkor hosszabb videókban is meg tudod nézni, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer.